800 mg-osok, ezek már veszélyesek. Tehát ebből napi egy nap három szem, az már a plafon. Ott már kezdődnek a nagyon durva mellékhatások. Bár még határozat nincs az időpontról, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszeregészségügyi Intézet vénykötelessé teszi néhány ibuprofén tartalmú gyógyszer vásárlását. Hegeris Gyula gyógyszerész azt mondja, a nem megfelelő szedés komoly máj és vesekárosodást okozhat. Az ilyen hatóanyagú szerekből évente 2,5-3 millió dobozzal vásárolnak Magyarországon. Nem azért kapható recept nélkül, mert ez egy biztonságos gyógyszer, hanem azért, mert ez egy nagyon olcsón előállítható gyógyszer, és hát üzletileg ez egy nagyon-nagyon előnyös valami, valamint a nagyon jó klinikai hatékonyságával, tehát a fájdalomcsillapító hatásával ez egy jól indokolható hatóanyag, hogy a piacon helye van. A jelenleg 57 piacon lévő gyógyszerből megközelítően 10-15 lesz biztosan vényköteles. Bőségesen tudunk beszélni arról, hogy milyen alternatívái vannak az ibuprofennek, valószínűleg azok is ugyanolyan jók, azonban ha mégis ibuprofent kell szedni, akkor néhány dolgot figyelembe kell venni, tehát meg kell beszélni, hogy milyen más gyógyszert szed, mert nagyon sok a gyógyszerkölcsönhatás, milyen betegségei vannak, mert nagyon sok betegség mellett ez nem szedhető. A tervek szerint a kis dózisú ibuprofen tartalmú fájdalomcsillapítók továbbra is szabadon vásárolhatóak maradnak.